Vágyteljesítő, vigasztaló, de akár gyógyító hatású is lehet a mese. Számtalan kutatás bizonyítja a pozitív hatásait. Ezekről lesz szó a Mozaikban. Köszöntöm a Sopron Televízió nézőit, és köszöntöm mai vendégemet, Becska Péterné mesterpedagógust, mesemondót. Én is köszöntöm. Zsóka, először is tisztázzuk, hogy miért fontos, hogy a szülők meséket olvassanak, meséket mondjanak a gyerekeknek. Egyáltalán olvasásról vagy mondásról van szó? Nagyon sok mindent kérdezett egybe. Akkor először inkább azt mondanám, hogy nagyon-nagyon fontos a mese. Nagyon-nagyon fontos a mese, és Boldizsár Ildikó meseterapeuta gondolatait mondanám, hogy mert minden mese, amit a gyereknek adunk, az egy kis magocska, amit elvetünk benne, és hogyha az élethelyzete úgy hozza, akkor ez a magocska ki kell. És akkor fogja őt segíteni éppen életében, hogy tovább tudjon haladni. Mindenképpen kell mese. És hogy meséljünk? Hát a legjobb így, ahogy én most önnel beszélgetek, hogy belenézek a szemébe, és oda mondom, és látom, hogy mit reagál. Tehát ez a legjobb mesemondás, hogyha a szemébe nézünk a kisgyereknek, vagy ha egész kicsi, az ölünkbe vesszük, és itt mesélünk neki. Mert hogy nem kell képeket mutatni a meséhez. Ezért nem igazán jók a tévében nézett mesék sem. A hallott mese az olyan képeket rak a kisgyerekek fejébe, amilyen állapotban ő éppen van, amit ő be tud fogadni. És ez a kép, és a magyar nyelv az olyan szép, mert ez a belső kép, ez teszi őt képessé, és a képzelete is fejlődik általa, és hogyha nincsenek képek, akkor képtelenné válik. Tehát ezeket a belső képeket kell nekünk a mesével, és hogyha már a kicsi gyerekeknél vagyunk, nem is csak a mesével, hanem a mondókával a kis fejükbe belerakni. Hogyha jól értem, akkor ugye a gyermeknek a lelki állapotán is múlik, hogy éppen mit fogad be a meséből, tehát akkor érdemes egy mesét sokszor elmondani neki, nem? És attól függően mindig változhat a jelentése. Így van. Az akkori éppen aznapi, abban a pillanatban lévő állapotának megfelelő mesét kellene mondanunk, de ezt ugye nem mindig tudjuk elmondani. Az én mestereim, akiket ebben a témában hallgattam, ők mindig azt mondták, hogy nem baj, ha nem tudjuk pontosan, mi kell most neki, hiszen nem vagyok én meseterapeuta. Csak meséljek, 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 és a kisgyerek a saját kis intelligenciájával éppen azt szűri és azt érti meg belőle, ami a jelen állapotában megérthető. De azért nekem, főleg szakembernek tudnom kell életkoronként, hogy kinek milyen mese, milyen életkornak milyen mese felel meg. Egy egész pici 3 éves kicsi gyereknek nem kezdem el a hosszú tündérmeséket. A 3 éves, 3-4 éves kicsi gyereknek a kis állatmesék, rövidebb, lélegzetű állatmesék kellenek, és aztán jöhetnek a sorolómesék, és akkor aztán eljuthatunk a tündérmesékig is, de az már 6-7-8 éves kor. De a 3 éveseket emlegettem, és igazából a mesemondás nem az óvodában kell, hogy kezdődjön, hanem akár már, amikor az édesanyja pocakjában van az a kicsi baba. Mert akkor is lehet neki mesélni, és aztán egész kicsi korában kicsi babáknak, nekem van egy 1 éves kis unokám, és én már őnek is mesélek pici rövid mondókákat, mert azt meg Bajzárt Mária mesepedagógustól hallottam, azt a gyönyörű mondatot, hogy a gyerekeket mondókával kell mesehallgatóvá szeretni. Tehát akkor az első lépés a mondóka, és akkor utána következik a mese. Igen. És folyamatosan nőhet az életkor előre haladtával a mesének a hossza. És a mondóka azért is nagyon fontos, nagy-nagy kedvencem, úgyhogy egy picit, ha megengedi, beszélnék róla, mert a mondóka az segíti a gyerekeknek e világra való megérkezésüket. Elmondjuk nekik, hogy kezelába van neki, szeme, füle van neki. Tehát, hogy megérezze a testét. Aztán kapcsolatot teremthet a világgal. Minden fűről, fáról, virágról, állatkáról, évszakról, ünnepről, mindenről van mondóka. És hogyha ezeket a mondókákat gyakran mondogatjuk nekik, akkor segítünk nekik eligazodni ebben a világban. És nem csak eligazodni, hanem kapcsolódni is. És a mondókák ugyanazt a szimbolikus nyelvet használják, mint a népmesék. Mert mindig, most azt hiszem meséket mondtunk, és azért én szeretném kihangsúlyozni, hogy a népmese az a
mesefajta, ami igazán lelket simogat, és én jó szívvel a népmeséket tudom ajánlani mindenkinek. Talán nem is véletlen az sem, hogy a magyar népmesének is van egy napja szeptember végén, így hogyha van. Jól tudom, igen, akkor igen, ünnepeljük igen, a népmeséket. Igen, Benedek születésnapja, igen, bizony. Tehát a más népek meséjét is mesélhetjük. Sok válogatást lehet találni a könyvesboltokba, még van életkoronként csoportosított meseválogatás is. Azt ajánlanám igazán a szülőknek, hogy a szakemberek által tudatosan válogatott életkoronkénti meséket válasszák, de aztán igazából, ami még nagyon fontos, hogy a szülő tudjon én meséket mondani. Mi ezek az én mese? Hát az egy olyan varázslatos dolog, amikor az ember hazaérkezik fáradta a kicsi gyerekéhez, de mégis van 5 perce, és leül hozzá, és teremt egy kis szertartást, egy kis milliót. Ez lehet akár lefekvés előtti 5 perc, és akkor az ágyba bújunk hozzá, vagy esetleg van egy kis maci, akit megölelünk, vagy egy gyertyát meggyújtunk, vagy csak megsimogatjuk a kicsi gyereket. És lehet, hogy nem tudunk éppen fejből akkor mesélni, mert nem jut eszünk be egy valami nagyon okos mese, akkor azt mesélem, hogy képzeld el, mikor felszálltam a buszra, ott volt egy. Hát annak a néninek olyan szép őszhaja volt, és ahogy úgy föltekerte, pont olyan volt, mint a nagymamám. Nem tudom, most ez jutott eszembe, és aztán lehet ezt folytatni. Tényleg, hogy láttam egy kicsi madárkát a fán, és a csőrébe volt egy kis fadarab, biztos fészket fog építeni. És az életemből tényleg megtörtént, szépen, kicsit kiszínezve, elmesél történt, ez az én, ezeket nagyon-nagyon szeretik a kicsi gyerekek. Mi a helyzet akkor, hogyha egy családban több különböző korú gyermek is van, akkor hogyan kell mesét választani, hogyan célszerű mesét választani? Figyelni kell őket, mit szeretnének, mit kérnek. Aztán, ha a kisebb meghallgatja a nagyobbnak szóló mesét, semmi baj. Csak itt kell nagyon vigyázni rá, hogy de ne mutassunk képet, mert lehet, hogy ő még azt nem értené meg. De ha csak, idézőjelbe téve, csak hallja, akkor ő azt rak be a kis fejecskéjébe magának, ami ilyen állapotban ő éppen van. A nagyobb megértette, hogy a sárkányt, amikor legyőzték a tündérmesébe, bizony annak lehullott mind a 7 feje a porba, aztán van, amelyik mesében még meg is gyújtják, hogy elpusztuljon a gonosz, és ne kelljen többet félnie senkitől. A kicsi nem tudjuk, hogy mit, de biztos, hogy nem jut el idáig, hogy ezt megérti, de a mese először is a ritmusa, és a szép hang, ahogy az ember mondja, megnyugtatja, mert a mesehallgató kisgyereket csak meg kell figyelni. Fizikálisan teljesen ellazul, és boldogság lesz az arcukon, tehát egy megnyugvó, boldog állapot, és azt mondják, hogy viszont az agy ilyenkor nagyon aktív. Tehát fizikálisan lazul, és az agya pedig rendkívül aktívan dolgozik. Ön is említette a sárkány, de a magyar népmesékben megjelennek például mondjuk boszorkányok és a sárkányok farkasok. Mellett farkasok, igen. Különböző félelmetes szereplők. Ezektől kell-e félni, illetve ezeknek milyen funkciójuk van a mesében? Hát nem kell félni tőle, illetve kell félni tőle, de le kell győzni. De le kell győzni. Ez a feladata mindenkinek, hogy, és ezért kell sok népmesét mesélni, hogy mindenki a saját életében mesehőssé válhasson. Először is elinduljon, megtegye, amit meg kell, válasszon utat magának, mert mindig vannak lehetőségek, és aztán, ha találkozik a gonosszal, akkor az győzze le, és érje el a célját, önmagához mérten a saját célját érje el, de bizony ezért el kell indulni, és bizony a gonoszt, a sárkányt, a farkast, az bizony el kell pusztítani. A boszorkányok azok néha ilyen bölcs öreg asszonyok, azok néha segítenek. Tehát különböző megküzdési stratégiákat is megtanítanak nekünk a igen, mesék. Igen, igen, így van. Tehát igazából ez is mondtam az elején, hogy egy magocska ez a mese, ami nem is kell túl magyarázni, csak mesélni, és igazából a gyerekek
tudnak általa kapcsolódni a világunkhoz, és megoldási javaslatokat kapnak. Ez most nagyon furcsán hangzik, és nem is biztos, hogy jó így kimondani, de mégiscsak így van. Tehát a saját életútjának vezetéséhez megoldásokat és kapcsolódási pontokat kapnak a mesétől. Valahol azt olvastam, hogy a mese kimondhatóvá teszi a kimondhatatlant. Ezt hogyan értelmezhetjük? Nagyon jó belemenni egy mesébe úgy, hogy ha-ha, ez nem én rólam szól, de mégiscsak. Mégiscsak, amikor a kicsi gyerek feláll a 88-szor meghallgatott mese után az óvodába, és akkor bizony ő szeretne lenni a legkisebb királyfi. Azt kéri, hogy az ő fejére készítsem el a koronát, és egy kardot is készítsek neki, mert ő elindul a sárkánnyal szemben. Na most ő a kicsi királyfit játsza, de ez ő. Ő le akarja küzdeni a saját sárkányát. Nekem van olyan kis óvodásom, aki hónapok óta elkéri nap mint nap a papírkardot, és a szekrényben lévő sárkányt le kell győznie. És ha sikerül legyőznie, akkor majd már minden rendben lesz. Azt ugye elmondta, hogy már a lehető legkisebb kortól, tehát már az anyaméhben is lehet mesélni a gyerekeknek, de mégis meddig érdemes, vagy meddig kell? Itt is csak annyit tudok mondani, hogy figyelni kell a gyerekeket. Én nekem az a tapasztalatom, hogy a szülők gyakran panaszkodnak, hogy nincs érdeklődés a gyerekekben a mese iránt. És akkor én meg, ha valóban elmegyek mesélni, akkor a szülők is, de néha én magam is elcsodálkozom, hogy de igen, még mindig van. És még az a kis kamasz is, aki kisiskolás korában eljön egy mesét meghallgatni, és azt mondja, hogy ma nézzük, meglátjuk, hogy most itt akkor hogy lesz, mint lesz. És ha jó mesét választottam, ha sikerül, akkor egyszer csak látom a szemébe, hogy hoppá, eljutott a mese. Nem mindig találjuk el, de azt szokták mondani, hogy nem a mese a hibás, és nem a kisgyerek, hanem én nem jó mesét meséltem akkor ott éppen neki. Ehhez is biztos jó érzék kell, hogy az ember éppen megtalálja az odavaló mesét. Én önnek, Zsóka, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és további sok sikert kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, köszönöm. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet, nézzék ezután is a Sopron TV-t. Viszontlátásra!